Fogságba helyezték a 32 éves törökbecsei MR-t, aki a gyanú szerint a Facebook közösségi oldalon komoly fenyegetést intézett Alekszandr Vucic elnöknek és családjának, valamint Nebojsa Stefanovics belügyminiszternek és családjának. Az elkövetőt az óbecsei alapfokú bíróságon kihallgatták, és tettéért a bíró 30 napos fogvatartásra ítélte, annak állítólagos veszélye miatt, hogy ne tudja megismételni és befejezni azt a bűncselekményt, amellyel vádolják. Ez a bűncselekmény 6 hónaptól 5 évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő. A Szerbiai Posta Közvállalat és az Újvidéki Mezőgazdasági és Növénytermesztési Intézet megállapodtak az intézet tavaszi vetésre szánt magjainak ingyenes kiszállításáról, közölte kedden Milan Krkobabic regionális fejlesztéssel megbízott minisztériumi kabinetje. A Mezőgazdasági és Növénytermesztési Intézet KET-től egy erre a célra szolgáló telefonvonalat nyitott meg. Az Újvidéki Intézettől a gazdák, a termelők, a szövetkezetek és a szövetkezeti tagok által megrendelt kukorica, napraforgó és takarmánymag mennyiségeket a Szerbiai Posta optimális határidőn belül a megjelölt címre szállítja, és ezt a szolgáltatást nem fizetteti meg, amíg tart a rendkívüli állapot és a koronavírus járvány. Ez azon erőfeszítés része, amely megkönnyíti a vidéki lakosság számára, amely Szerbia polgárainak alapvető élelmiszert és alapanyagokat biztosít termelésükhöz, ezt a nagyon fontos szezonális munkát, a tavaszi vetést, mondta Krkobabic. A miniszter hangsúlyozta, hogy a Szerbiai Posta társadalmilag felelős vállalatként felismerte ennek a kezdeményezésnek a fontosságát ezekben a nehéz pillanatokban az országunk számára, és úgy döntött, hogy térítésmentesen biztosítja a vetéshez szükséges magokat a szerbiai gazdák számára, ezáltal aktívan hozzájárulva a mezőgazdaság jelenlegi problémáinak megoldásához.